A növekedés ösztönzésére két akciótervet hirdetett meg őszre a kormány. Nagy Márton tárcája bejelentette, a cél a KKV-szektor helyzetének javítása és a turisztikai teljesítmény növelése, melyek a kabinet szerint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ország jövőre 4,1%-os GDP bővülést érjen el. A stúdióban Dávid Ferenc. Közgazdász, a DK politikusa, jó estét kívánok! Jó estét, aki itt rögtön ide súgta nekem, hogy és rosszért lett volna egy tüntetés, ami elmarad, de nem ez a témánk, úgyhogy, és nem is az, amit elmondtunk, illetve arról is beszélünk, majd a Népszavában írt egy cikket, kezdjük ezzel a MÁV miatt, ugye Lázár János úgy döntött, hogy nem lehet már home office-ban dolgozni. Ön, ha jól vettem ki az írásából, azt írja, hogy ez hatáskör túllépés, ha az, miért tette ezt meg vajon Lázár János? Itt több dolog történt. Ugye a legfontosabbal kezdte, hogy a miniszter úgy döntött, hogy egy olyan nagy vállalati csoportnál, mint a MÁV Volán, ugye részleteket nem tudunk, megszünteti a home office, az otthon végezhető munkát. Meg azt gondolom, hogy Magyarországon már hosszú-hosszú évtizedek óta köztudott, hogyha egy állami vállalat, már pedig a MÁV és a Holána egy szintiszta állami vállalat, ugye egy személyes részvénytársaság, a minisztérium, illetve a miniszter a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Azért van a MÁV-nak igazgatósága, azért van felügyelőbizottsága, amelyik persze nem operatív szervezet, azért van vezérigazgatója és helyettese, hogy az adott munkáltatónál felmerülő valamennyi problémát rendezze. Tehát itt összekeverte, a miniszter úgy próbált viselkedni, mintha munkáltató lenne, nem rendelkezik munkáltatói jogokkal, a vezetőállású munkavállaló kivételével, a MÁV 50 ezres állománya fölött nem rendelkezhet. De miért? Miért egyébként? Tehát mi lehet ennek a döntésnek az indoka? Az indokát azt körülbelül gondolhatjuk, hogy egyébként, hogy mondjam most, hogy a vége a Covid-nál alakult ez ki erőteljesen, utána a MÁV-nál lehet-e olvasni, nagy költözködések vannak, ugye itt munkáltatói egyoldalú döntéssel a home office intézménye nem jogi kategória, a home office a munkatörvénykönyvében nincs benne. Ez egy alkalmi jellegű otthoni munkavégzés, hát hogy alkalminak meddig tart az egy dolog, de igazából ez a különbség közte és a távmunka között, a távmunka az egy rendszeres szervezett munkavégzés, a home office egy munkáltató által, nem is kell beletenni munkaszerződésbe, bár azt gondolom, hogy komolyabb helyeken azért illik ezt papírra vetni. Tehát összekeverte a tulajdonosi jogokat, a munkáltató jogokkal. Ha visszaemlékszik annak idején, amikor nagyvasutas sztrájkak voltak, a MÁV vezérigazgatója, Isten nyugosztalja, pusztult bele a sztrájkba, nem a miniszter, fizikai értelemben is. Tehát itt ezt összekeverte. A másik, ha már arra betemedett a miniszter, hogy belenyúlt, átnyúlt a munkáltatói jogokat gyakorló feje felett, illet volna leülni a szakszervezetekkel. Ugye a MÁV-nál működik a csoportos érdekegyeztető tanács, ebben az összes reprezentatív szakszervezet benne van. Hát az a minimum, hogy leülök velük, megtárgyalom, még azt is mondhatnám némi malíciával, úgyis az erőpozíciójából tárgyalok, mert úgyis én döntök, még ezt se tette meg. Hát a harmadik, ami egy picit privát jellegű, de jól mutatja egyébként a miniszter hozzáállását. Június 28-án kimondani azt, hogy július 1-től több száz vagy több ezer éppen a gyerekei nyári táboroztatásával próbálkozunk édesanyjának és édesapának, megőzent, hogy nem érdekel, hogy mit csináltok a gyerekeitekkel, holnaptól máshogy van. Tehát én azt gondolom, hogy aki egy tárcát vezet, aki úgy tesz, mintha munkáltató lenne, hangsúlyom, nem az, abban némi emberség, empátia beleszorulhatott volna, hogyha azt mondja, hogy a home office intézményét ő a MÁV-nál nem tartja célszerűnek, kiadja gyakorlatilag a munkáltatónak, a munkáltató letárgyalja a szakszervezetekkel, és szeptember 1-től kivezetik a home office, azt mondom, a MÁV nem egy szociális intézmény, igaz, hogy nem versenyszféra, annak se lehet nevezni, de mégiscsak egy vállalatszerűen működik, megteszi. Itt három nagyon súlyos hibát követett el a miniszter, és látszik is, hogy a szakszervezeti reakciót is, ha olvasta, hát nagyon ki vannak akadva, mondom, hogy nagyon sok családnak egy pillanat alatt, és tényleg a gyermekekre hivatkozom, nyár elején. Hát ez nem egyszerű megoldani. Hát ez nagyon nem egyszerű, aki kisgyermeket nála. Más, és akkor ugorjunk, két témánk is van még, ami Nagy Mártonnal kapcsolatos. Egyrészt Nagy Márton bejelentette, hogy két új akciótervet indítan el a kormány, ezzel lendítenék fel a gazdaságot. Szeptember 30-ig kell ezt a két akciótervet kidolgozni, a KKV helyzetének javítására és a turisztikai teljesítmény növelése érdekében. Ez a két irány, ez jó irány?
Hát olyan papír mindent elbír, és a sajtótájékoztató is mindent elbír. Én megmondom őszintén, nagyon-nagyon készültem arra, hogy önnek bármiféle konkrétumot mondjon, de igazából csak oda jutottam, amit ön mondott, hogy a KKV hazai vállalkozások teljesítménye érdemben növekedjen. Mit tud tenni ezért a magyar állam? Na most minden mindennel összefügg című történet. Hát amikor a KSH kiadja a költségvetési számokat, és látjuk azt, hogy körülbelül 600-700 milliárdos kiigazításra lesz szükség azért, mert ugye látjuk, hogy 5,5%-os az első negyedéves GDP arányos hiány, amíg el nem fogadott, de megtervezett, az 4,5%-osnak kell lenni. Ez azt jelenti, hogy olyan intézkedések következnek, ami szükíti a költségvetés mozgásterét. Ha az állam programot hirdet, hát ha csak szóba fog programot hirdetni, kérdem én, honnan fog ehhez forrást rendelni, mert hallom, hogy lesz egy kis bürokrácia csökkentés, aztán lesz kamattámogatás. A kamattámogatás a költségvetés forrása. Tehát én azt gondolom, hogy semmi konkrétumot nem mondunk, és hogy van még egy kis problémám Nagy Márton miniszter úrral, általában a számai nem szoktak bejönni. Erre az évre ugye 4,1%-os gazdasági növekedés jósolt, fél év után ez most már 2,5, most jövőre 4,1-et jósol ezzel a programmal. Én óvatosabb lennék ebben a dologban, semmit nem tudunk róla. A turisztikai irány... Egy pillanatra még ide, igen? Itt megállnék az első iránynál, a KKV, azt mondja ő, tehát én ezt az egy konkrétumot vettem ki ebből, hogy olyan olcsó hiteleket biztosító finanszírozási programokra és ösztönző eszközökre tesznek javaslatot, ami segíti a vállalkozások zöld és digitális átállását. Tehát itt valamiféle olcsó hitelprogramról lesz. Erre hivatkoztam előbb, hát hogyha olcsó hitelt akarok adni, a bankokkal olcsó, ki fogja azt a részt megfizetni, ami a piaci rés? Hát nyilvánvaló, van ilyen konstrukciós most is. Hát a kamattámogatás a Széchenyi kártya programnál szintén a magyar állam biztosítja. Csak az a nagy probléma, hogy Magyarországon nagyon nagy bajban van a költségvetés, ugye megint elcsúszott a hiány, hát se a tavalyit nem tudták, hát gondoljon be, a tavalyi évben több mint 90-szer módosították a költségvetést. Világos, idén ez még mindenképpen pénzbe került. Ez pénzbe került, de nincs pénz. Turisztika. A turisztika, mint irányváltás, a szívemhez egy rendkívül közel álló történet. Egyrészt azért, mert élő munka igényes, tehát nagyon sok embernek ad munkát, több mint 400 000 embernek ad munkát, és a bruttó hazai termékhez hozzájárul 10-12%-kal. Amit én nem láttam, és ezért nem is értettem a két kérdést, hogy külön a KKV és külön a turisztika, én meg azt gondolom, hogy a KKV turisztikát kellene szponzorálni, segíteni. Az, hogy itt megint leírja, hogy 2030-ra ez mennyi lesz, ezeket a meséket én már, hogy mi lesz 2030-ban, én azt szeretném tudni, mi lesz jövőre. Tehát én azt gondolom, hogy... azért van az akcióterv, hogy jövőre és idén fejlendőjön a gazdaság. Igen, de akkor a sajtótájékoztató nem 2030-ról kell beszélni, hanem mondjuk 25-26-ról, de most mellékmondat volt. Tehát én azt gondolom, hogy jó irányváltás, nagyon kellene védeni. Nem a nagy szállodaláncokat, hanem a kis panzió tulajdonosokat, a kis szálloda tulajdonosokat. Ezt a magyar kormány nem teszi meg. Például csak azt mondom önnek példaként, hogy például azok a nagy szállásszervezők, a nevüket nem mondom, tudjuk, hogy melyik az a 2-3, amelyiknek most egyébként von be törvényjavaslat a tevékenységük módosítására, a kormány meghagyta, hogy ezeket a kis panziókat, szállodákat 45 napra fizetik ki. Gondoljon bele, aki 3-4 hónapot üzemel egy évbe, takarítat, mosad, bért fizet, annak 45 nap múlva jön meg a pénz. Most ezeken kellene gondolkodni. A nagy szállodaláncok, köszönjük szépen, jól vannak, azt látjuk. A kicsiket kellene valamilyen módon rendszerbe szervezni, és segíteni őket az ilyen financiális problémákkal. Hát meglátjuk, és akkor majd beszélgetünk róla 2030, vagy szeptember 30, 2030-ig egyébként akkor is kiderül, de szeptember 30-ig. És hát jól lenne ezt megtárgyalni egyébként a vállalkozói szövetségekkel, meg jól lenne a parlament elé hozni. Egy másik dolog, utolsó dolog egy mondat erejéig, mert hogy Nagy Márton azt is mondja, egyébként az ATV híradójának mondta, hogy ismét a szomszédos országok átlagára felett vannak a hazai üzemanyagárok, nem értik ezeket az ármozgásokat, hiszen az elvárások, amik az elmúlt hónapban megszülettek, továbbra is fennállnak, és komoly szabályozó lépéseket helyezett kilátásba. Az mi lehet? Van-e arra elkezelése? Hát már ezt átéltük a korábbi években, amikor a kormány vagy azt csinálja, hogy extra profitadót vett ki, valóban a legnagyobb forgalmazóra, a MOL-ra, ez az egyik, a másik az, hogy az adót bemerevíti, vagy árakat fixál. Az egy lehetetlen állapot, az önök műsorában szerintem önnek többször elmondta a kis benzinkutas, vagy független benzinkutasok szövetsége. Hát magyarázza már el valaki nekem, hogy egy termék árának hogy lehet 50%-a az adó, és ráadásul az összes költségvetési terhet, az összes terhet csak és kizárólag a végső fogyasztóra,
az értékesítőre teszi, holott az üzemanyagár kialakulása, az ugye a termelőtől kezdve a szállító, a raktározó, a nagykereskedő, azokat érdekes módon kihagyja. Ugye nagy bajban, mert 22-es csapdája van, ugye az előbb beszéltük meg, hogy mekkora költségvetési probléma van, nem tud áfát csökkenteni, nem enged el jövedékkiadót, helyette piszkálja ezeket a szerencsétlen kis benzinkutakat, ami egyébként még egyszer mondom, ez egy, megint a piacgazdaságban van, hogy olyan hozzá nem értés, anya nem érzi, hogy ez a legrosszabb út, amit választhat, hogy nem is tudom minősíteni, meg nagyon csúnyát tudnék mondani. Akkor köszönöm, hogy itt volt. Jobb is, mert akkor belém szorult. Köszönöm. Köszönöm.